Sziasztok! Sok szeretettel üdvözöllek benneteket, remélem jól vagytok, minden rendben. Gondoltam, hogy hozok pár információt most így, mert hát a héten vége lett a belső gyermek meditációs sorozatnak. Ez egy 10 alkalmas, fantasztikus változásokat és emelkedést hozó meditációs sorozat volt. Én nagyon-nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki részt vett rajta, és nagyon örülök az eredményeknek és a fejlődéseteknek. Tényleg nagyon jó látni azt, ahogy kinyíltok, ahogy változtok, ahogy emelkedtek, és nagyon különleges volt ez a meditációs sorozat. Rengeteg olyan új elem volt, rengeteg új tanítás volt, és nagyon sok olyan az nehéz szavakba önteni, aki ott volt, az pontosan tudja, de hogy teljesen új módon kaptunk betekintést különböző igazságokba, különböző törvényekbe és különböző energetikákba. Nekem nagyon-nagyon különleges élmény volt, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan együtt mentünk végig az egész folyamaton. Ez a belső gyermek 10 alkalmas meditáció, ez egy hatalmas előrelépés volt a fejlődésünk útján, mind az energetikánkban, mind a tudatosságunkban, és nagyon sok terhet le tudtunk tenni, hála Istennek ennek a segítségével. Na most ez a folyamat, ez megy tovább. Ugye nálam ez mindig úgy szokott történni, hogy én ezeket ugye megkapom, hogy mit kell tennünk, úgymond, tehát, hogy nem az van, hogy én találom ki, és most megint tökéletes az időzítés, ugye most volt csütörtökön a belső gyermek meditációs sorozat utolsó része, ahol aktiváltuk az új énünket, az új személyiségünket, az új energetikát, tehát átléptünk az újba, és majd 2 héttel később a tavaszi napi egyenlőség idején el fog indulni a születés újabb 10 alkalmas meditációs sorozat. Miért fontos ez, miért jó, hogyha tudsz ezekről az energiákról, ezekről a dolgokról, és miért csináljuk ezt, mi a célja, ezekről beszélek most egy picit. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, nyugodtan szóljatok hozzá, kérdezzetek bátran, hogyha van saját élményetek, tapasztalatotok, nyugodtan osszátok meg, hiszen együtt fejlődünk, együtt megyünk tovább. A születés meditációs sorozat, ez egy 10 alkalom lesz, ugye minden egyes alkalomnak más fókusszal, más tematikája lesz. Ezt le is írtam, már meg tudjátok nézni az eseményben és a honlapon is. Nagyon fontos az, hogy itt rengeteg olyan dolog van, amin dolgozni érdemes, legalább egyszer az életben, és ezt mindenkinek javaslom, tényleg, mert nagyon-nagyon látszik a minta az életünkben, és folyamatosan újra játsszuk. Van pár olyan igazság, van pár olyan törvény, amit szeretnék veletek megosztani, és szerintem, hogyha ezen te is egy kicsit elgondolkodsz, vagy lehet, hogy már te is észrevetted ezt az életedben, vagy a gyermekeidnek, az unokáidnak az életében, akkor egyet fogsz velem érteni abban, hogy igenis ez nagyon fontos. Mind a tudása ennek, mind az, hogy ezt megcsináljuk a saját életünkben, illetve ugye azoknak az életében, akik fontosak a számunkra. Szóval az egyik az az, hogy ugye nagyon nem mindegy, ezt régen tudták. Régen. Ugye nem mindenki tudja így az én hátteremet, elmondom pár mondatban, hogy így képbe legyetek, de el tudjátok olvasni az oldalamon. Ugye én nekem nagyon fontos volt mindig így a múlt, miért? Történelem szakon is végeztem az egyetemen. Én nagyon szeretem a régi dolgokat kutatni, a régi dolgokból tanulni, hiszen úgy vagyok vele, hogyha valami több ezer éven keresztül működött és bevált, és akár bőséget, akár ugye nagyon jó létet hozott az élete, az emberek életében, akkor az működött. Aztán eljött az a korszak, az az időszak, amikor ugye elkezdtük elfelejteni ezeket a tudásokat, illetve nem adják át már a generációk egymásnak ezeket a tudásokat. Nagyon egyszerű dolgokról beszélek, például az, hogy hogyan tudsz például egészségesen élni, vagy hogyan tudsz például jó gyermeket nevelni, vagy hogyan tudsz például könnyen gyermeket vállalni. Egy csomó ilyen téma van. Na most, amit nagyon fontos itt például, és mondom, ezt régen tudták, és anyáról, lányára szállt ez a tudás, nagymamák avatták be a lányaikat és az unokáikat ezekbe az évezetes tudásokba. Ez sajnos, hát így eltűnt, elpárolgott. Nem tudom, hogy neked milyen élménye, tapasztalatod van ezzel kapcsolatban, de mind nekem, mind azokkal, akikkel én együtt dolgozom, általában az a közös tapasztalásunk, hogy nem nagyon mondják el az előttünk lévő generációk a tudásukat, a tapasztalataikat, vagy szégyellik, vagy úgy érzik, hogy nem fontos, vagy ezer más okuk lehet, de az a lényeg, hogy semmilyen információval indulnak el, akár a mai fiatalok is,
az életbe, és utána csodálkozunk, hogy botladoznak, meg elesnek. Tehát ez nem így működött régen, és nem így működik jól a történet. Úgy működne jól, hogyha megosztanánk a tudást, a tapasztalatokat, és ezek ugye szépen mennének tovább az útjukon, és a következő generációk már jobban és könnyebben tudnák csinálni ugye a saját útjukat. Nekem egyébként ez az egyik célom és küldetésem, és ezért is csinálom ezt. Szóval, ami a lényeg itt, ugye én tartottam női kört, női köröket, tartok ugye ezzel kapcsolatos körvezetőképzést, női körvezetőképzést, coachingot, nagyon sok mindent, ahol ezekről is beszélünk. Nagyon sok olyan dolog van, amiről én azt gondolom, hogy fájó, hogy nem tudunk, vagy pedig nem emlékezünk ezekre. Én abban is hiszek egyébként, hogy ezek az ősi női bölcsességek, ősi női tudások, ezek ott vannak mindannyiunkban, és ezeket mi elő tudjuk hívni, mi nők. De ezzel foglalkozni kell. Tehát, hogyha nem foglalkozunk vele, akkor ugye nem fog előjönni, mert ezek ugye ott vannak mélyen bennünk, tehát ezeket elő kell hívni. Na, kanyarodjunk rá akkor a születés témájára. Például az egyik ilyen alapigazság, hogy ahogyan születsz, úgy éled az életedet. Nem tudom, hogy hallottad ezt a mondást, de ez nagyon-nagyon igaz. Miért? Ezt nagyon sok helyen megírták már, tanulmányok vannak róla, hogyha van bába, dúla, szülésznő ismerősöd, vagy akár neked van saját gyermekszüléssel kapcsolatos tapasztalatod, élményed, vagy figyeled így az embernek az életét, akár a sajátodat, akár mások életét, akkor észreveheted azt, hogyha valamelyik gyermeknél például külső beavatkozás volt, vagy siettették a szülést, vagy bármilyen olyan dolog történt, ami nem a természetes ritmusa által történt meg, ez a teljesen természetes dolog, ott a gyermeknek lesz egy alapélménye, egy alap mintája, egy mondhatom úgy is, hogy hát van egy lenyomata, egy energetikai lenyomata, és hiszed vagy sem, mert tudom, hogy ez valakinek most nagyon új információ, és azt is tudom, hogy így vagytok jó páran, akik mondjuk már ezzel tisztában vagytok, de azért mondom el, mert nagyon sokak most kezdenek ébredezni, és most kezdenek ezekkel az információkkal találkozni, és akkor kezdjük a legelején is, legyen meg a biztos alap, hogy egész egyszerűen újra és újra hasonló szituációkban vagy, és azt hiszed észre, mert megint. Ez egy nagyon egyszerű dolog miatt van, az agyad úgy működik, hogy amikor van egy trauma, vagy van egy olyan dolog, amit nem tudsz megoldani, ez lehet bármi, akkor folyamatosan újra játszod azt a szituációt. Egész egyszerűen te teremted meg azt a közeget, azt a környezetet, hogy te újra tud játszani, hogy te újra ugyanabban vagy hasonló helyzetben legyél. Ez lehet akár az, hogy én nem tudom ezt egyedül megoldani, ugye bébiként az anyamében érezhetted ezt. Vagy az, hogy mindig külső segítség kell ahhoz, hogy én a következő szintre tudjak lépni, például, hogyha az orvoskintről beavatkozod. Egy csomó példát tudok mondani, mert rengeteg példa van az egyéni konzultációk, a születés tréningek során, amit tapasztaltam én is, illetve a saját folyamataimban is rengeteg példát tudok hozni. Ezeket el is szoktam mondani egyébként a képzéseken, nagyon sok felismerést hoz, meg nagyon sok aha élményt hoz egyébként. Szóval visszatérve, van egy ilyen minta. Általában nem egy minta van, de most vegyünk egyet, jó? Tehát legyen az a minta például, hogy mindig megakadsz. Viszed az éppen a folyamatot, viszed mondjuk az életedet, viszed mondjuk a munkádat, és mindig van egy pont, mondjuk a cél előtt 5 lépéssel, hogy mindig megakadsz. És akkor nézem, mert megint miért tartok itt? Ez a trauma újrajátszás. Ezt úgy hívjuk, hogy trauma újrajátszás. Miért? Mert ahogy az előbb mondtam, az agyad megpróbál valami új mintát kihozni ebből, de nem tud szegény egész egyszerűen. Egészen addig nem tud, most mondom a megoldást, egészen addig nem tudsz, amíg te ezt nem kezded el felfejteni, nem nézel rá tudatosan, hogy oké, akkor itt ez van, ez a minta van, jó, oké, ezt értem, hogy tudom ezt megoldani, oké, ennek az a megoldása, hogy felülemelkedsz ezen. Vagy tudással, vagy változtatással, vagy rugalmassággal, kinél mi a helyzet, tehát most nem tudok neked egy ilyen megoldást adni, de ezt nagyon szépen ki lehet dolgozni egyénileg. És ez miért nagyon fontos? Egész egyszerűen tényleg így működünk. Van egy sablonunk, egy mintánk, tudjátok, mint amikor valakinél van egy kalapács, és minden szögnek vélsz. De nem minden szög, ami körülötted van, tehát jó, hogy csak azokra a dolgokra koppintasz rá, ami tényleg szög.
Na most nagyon fontos itt például, hogy amikor van egy születésminta, ami például be van ragadva, és ez engem már nem szolgál, egyébként akkor sem szolgál, csak valamiért ugye így tapasztaltad meg a világra jöveted, és ha ezt nem dolgozod ki, akkor egész életed végéig ezt fogod újra és újra játszani, és már lehet, hogy nagyon eleged lesz a 30-as, 40-es, 50-es éveidre, és azt mondod, hogy akkor kukába az egész, ez lehet egy párkapcsolati minta. Ez lehet egy kapcsolati minta olyan tekintetben, hogy mondjuk barátságok mindig egy idő után, vagy egy bizonyos mozzanatnál tönkre mennek, vagy mindig elhagyod a munkahelyedet, vagy mindig elbocsájtanak, vagy mindig pénzszűkében vagy. Tehát folyamatosan olyan mintákat mondok, amikkel rendszeresen találkozunk, és mindig kiderül, hogy ennek egy születéskor történt beakadás volt az alap indoka, az alap oka. Tudtok követni? Remélem, hogy nem vagyok túl gyors, nyugodtan szóljatok, hogy lassítsak, de bízom benne, hogy tudtok követni, mert nagyon sok mindenről szeretnék nektek tudást átadni és beszélni, és limitált az időnk. Szóval nagyon fontos az, hogy ki hogyan született, oké? Okay? És akkor ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy ó, de nekem nem volt háborítatlan a szülésem, mert ugye mi lenne a megfelelő, meg az ideális? Ugye úgy szoktuk mondani, hogy élettani szülés, ez egy teljesen normális dolog, tehát ez nem betegség, semmi baja nincs a nőnek, a gyermeknek sem, tehát ez egy normális dolog, oké? Okay? Az a baj, hogy nagyon át lett ez így itatva mindenféle félelmekkel, meg ja Istenem, meg nem tudom, és nagyon medikalizálva lett. Tehát igazából már eljutottunk oda, hogy csak akkor mondjuk azt, hogy minden oké, okay, meg rendben van egy terhesség mondjuk, egy állapotosság, amikor mondjuk havonta jársz a dokihoz, és ultrahangod van, és minden monitorozva van. Teljesen simán lehet egy normál terhesség úgy, hogy nem kell minden egyes héten mondjuk kórházba menni, csekkolni, nem tudom, valamilyen értéket. Jó, ezt most csak azért mondom el, mert nagyon sokan vannak, akik erre nagyon rá stresszelnek. Vannak nagyon stresszelős kismamák, vagy kispapák, mert már láttam ilyet is, hogy a apuka volt jobban rá stresszelve, történt rá, ezzel sincs semmi baj. Na, ilyenkor érdemes megnézni, hogy mitől félsz, mitől szorongsz, mi az, ami okozza ezt benned. Mert ugye ilyenkor bejön az, hogy oké, stresszelsz, az már eleve nem jó, egy csomó negatív hatása van. Ráadásul, ha a kismama stresszel, annak aztán bőven van negatív hatása. Most én nem akarom senkit ráhozni a frász, mert most akkor valaki éppen mondjuk állapotos, vagy most jön rá, hogy mondjuk végig stresszelt az állapotosságát, akkor most itt jön ugye a bűntudat. Nem ezért mondom el ezeket, hanem azért mondom, hogy aki még előtte áll, akkor erre figyelj oda, kezdj el dolgozni magadon, hogy jól tud csinálni. Aki meg már ezen túl van, ahhoz pedig kezdj el feldolgozni, érdemes feldolgozni, mert ugye ugyanaz megy tovább, majd a következő generációba, amíg az a generáció fel nem áll, és azt nem mondja, hogy na oké, akkor itt stop, és akkor gyógyítsuk meg azt, ami eltör. Ugye, hogyha anyuka nagyon stresszel, nagyon magas lesz ugye a kortizol szintje. Erről brutál sokat lehetne beszélni, hormonrendszer. Jó, most nem fogok nektek most kémia meg biológia órát tartani, Mind and Body Club az erről szól. Nagyon sokat tudunk akár egyéniben is elmagyarázok, nagyon szívesen a párom is, Rácz András ugye ezzel foglalkozik, állapotos nők minden héten vannak nála is, és a babák azok nagyon szépen fejlődnek, anyukák nagyon szépen helyre jönnek, inzulinrezisztenciából, csomó mindenből, csak azáltal, mert szemére van szabva az, hogy hogyan táplálkozzanak, és milyen kiegészítőket szedjenek, nagyon sokszor ezekkel meg lehet oldani, és ugye nagyon sokszor én tudok abba segíteni, hogy meditációval, légzésgyakorlatokkal, mindsetváltással, nagyon sok ilyen dologgal, ugye le tudjuk nyugtatni az elmét, megnyugszik a személyiség, és megnyugszik, relaxálódik ilyenkor a test. Szóval ez miért fontos? Mert ugye, amikor anyuka stresszel, akkor ugye mi történik a szervezetben? A hormonrendszere az teljesen ugye kibillen az egyensúlyból, megváltozik, nagyon fölmegy ugye a kortizol, a stresszhormon, nagyon sok minden ugye így tuff, és ilyenkor a baba szervezetében is ezek a változások ugyanúgy megtörténnek. Tehát ugye szokták mondani, ha anyu mérges, ugye akkor a pocak lakó is mérges, ez tényleg így van, mert egész egyszerűen ugye abban a kémiai, hát ugye a vérben szállítódik minden kémiai vegyület, abban a kémiai, hát hogy is mondjam, környezetben van ugye a bébi, tehát nem tudja ezeket a reakciókat megúszni, úgymond. Na most ezzel mi a gond? Nagyon sok tanulmány van erről, amerikai tanulmány, én évekkel ezelőtt rengeteget foglalkoztam ezzel a témával, ugye születéstréningeket tartottam rendszeresen, hogy
ugye a gyerekek már egy magas stressz szinten születnek meg. Ez mit jelent? Hogy vannak olyan gyerekek, akiknek, hogy anyuka nagyon sokat stresszelt, vagy traumatikus volt a születésük, akkor egész egyszerűen nem tudnak lenyugodni, nincsen egy normál pihenési állapotuk, hanem folyamatosan stresszesek. Azért mutatom így is, mert nagyon sokan így tudják jobban átérezni, vagy felfogni, ugye, hogy miről van szó. Tehát, hogy ugye ilyenkor szokták mondani, hogy a gyerek mondjuk hiperaktív, ilyen-olyan, amolyan problémás. Nagyon sokszor nem erről van szó. Nagyon sokszor arról van szó, hogy egy iszonyatosan magas stressz szinten születik szegény gyerkőc, és nem tanítja meg neki senki, hogy hogyan nyugtassa le az idegrendszerét, hogyan nyugtassa le a szervezetét, tehát hogy tudna megtanulni bárkitől, amikor még az életben maradást is most tanulja, amikor megszületett. Jó? Szóval ezek nagyon-nagyon érdekes összefüggések egyébként, és ezért is lenne nagyon-nagyon fontos, hogy például a nők, illetve ugye akik szeretnének gyermeket vállalni, tanuljanak meg például különböző mindset technikákat, tanuljanak meg különböző például alaptesti funkciókról, tanuljanak meg törvényeket, tanuljanak meg meditálni, relaxálni, tanuljanak meg például, hogyan tudják a testüket lenyugtatni, hogyan működik az idegrendszer, hogyha ezt csinálom, az mit jelent, hogyha nem tudok aludni, az mitől van. Csomó ilyen dolog van, ami én azt gondolom, hogy ilyen alaptudás kellene, hogy legyen, sajnos ez hiányzik nagyon sok embernél, ugye a társadalom nagyon nagy részénél. Én miért tettem föl erre az életemet, most kérdezheted ezt? Azért, mert egész egyszerűen szeretnék egy egészségesebb és boldogabb társadalomban élni. Ezt hogyan tudom megteremteni? Hát nincs nálam csillámpor, meg semmi ilyesmi, de én hiszek abban, hogy a tanulással, a tanítással, a példamutatással, az edukációval, ugye az a tanítást jelenti, én ezzel tudok segítséget és támogatást hozni, azzal, hogy elmondom ezeket a tudásokat, azzal, hogy megmutatom, hogy én hogyan csinálom például, vagy megnézzük, hogy nálad hol van a hiba, hogyan tudod ezt javítani, mivel tudod magadat ugye erősebbé tenni, egészségesebbé tenni, nyugodtabbá tenni, ezek mind nagyon fontos tudások. A régent az legalább 150 év és azelőttre vegyük, jó, mert azóta kezdődött el sajnos ugye egy destruktív folyamat, ami ugye arról szól, mert nem ismerjük a testünket, nem ismerjük a gyermekeink testét, most arra gondolok, hogy idegrendszer hogy működik, hormonrendszer hogy működik a testnek a különböző folyamatai, hogyan tudom én egészségesen tartani magamat. Na akkor, hogyha nincsen egy egészséges férfi és nő, akkor nem lesz abból egészséges utód sem, hát ez egyszerű egy matek, de valahogy ezt mégsem rakjuk össze. Miért merek és tudok erről ennyire így beszélni? 2012 óta folyamatosan olyan párokkal dolgozom, akiknek meddőségi problémáik vannak, nem jön össze a baba. És érdekes módon, ez nem érdekes mód, hanem eredménye van a közös munkánknak, akikkel hosszabb távon van szerencsém együtt dolgozni, ott mindenhol megjött a baba. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ha a testünket felkészítjük, az elménket és a lelkünket felkészítjük a gyermek érkezésére, akkor a gyermek meg tud érkezni. Ez mind a férfinél, mind a nőnél fontos szempont. Következő, amikor már megtörtént ugye az, amit szerettünk volna, és végre itt van a baba a pocakban, akkor viszont nagyon fontos a következő téma, hogy felkészüljünk a gyermekünknek a születésére, felkészüljünk arra, hogy fogadjuk őt a világban méltó módon. Miért? Mert nagyon sokan, képzeljétek el, teljesen úgy mennek például szülni a kórházba, hogy semmiről nem tudnak. Nem tudja, hogy mi fog lezajlani, hogyan megy a folyamat, miken fog keresztül, meg semmit nem tud. Na most ez például megint mit fog hozni az ember életébe? Félelmet, görcsölést, szorongást, tehát csomó negatív érzést. Hogyha például neked van erről tudásod nőként, és tudod, hogy mi zajlik le, mind lelkileg, mind mentálisan, mind testileg a szervezetedben, és mind megy keresztül a babád, megvan ez, akkor nagyon könnyű tud lenni a folyamat. Sokkal könnyebb, mint gondolnád. Nagyon sokszor fontos dolog, hogy erre mentálisan rá kell készülni. És akkor ugye most beszéltem nagyon sokat magáról a szülés témájáról, és engedjetek meg, hogy beszéljek egy kicsit az újjászületés témájáról. Az újjászületés miért fontos? Az újjászületés, bocsánat, csak itt ezt megoldjuk.
Szóval az újjászületés, ez most ebben az évben egy nagyon fontos téma mindenkinek az életében, ugye egész egyszerűen energetikailag olyan csillagállások vannak, hogy folyamatosan ezt a témát hozza be az életünkbe, hogy újjászületünk. Ezt lehet, hogy úgy éled meg, hogy vannak különböző dolgok, amik kikopnak az életedből, akár kapcsolatok, vagy munkaváltás van, nagyon sokan szakítanak mostanában, vagy költöznek, új munkájuk van, vagy lesz. Ez is azért van, mert egy szakasz lezárul az életedben. Egy új mérföldkőhöz készülsz érkezni. Az újjászületés az, amikor megújulsz, amikor új dologba fogsz kezdeni, egy új mérföldkőhöz érsz, és egész egyszerűen valami új jön az életedben. Ilyenkor egyébként mindig az történik, hogy van tényleg egy ilyen vajudási szakasz, egy ilyen vajudási fázis, végigmegyünk ezen. És tudod, hogy miért nagyon fontos annak a tudása például, hogy hogyan születél, és az, hogy ezt te például energetikailag, vagy akár amilyen tudással te tudod ezt megold. Azért, mert az, ahogyan te születtél, az a folyamat, neked minden egyes ilyen mérföldkőnél az életedben, minden egyes ilyen folyamatnál újra és újra lejátszódik. Tehát lényegében mi most, akik így végigmegyünk egy újjászületési fázison, mi újra fogjuk élni úgymond a születésünknek a különböző fáziseit. Ha ez könnyedén ment, akkor ez is könnyedén fog menni, hogyha voltak elakadások, nehézségek, akkor bizony itt is lesznek elakadások és nehézségek. És én ebben szeretnék neked segíteni energetikailag, ezzel a 10 alkalmas születés meditációs, újjászületés, születésvesző, újjászületés meditációs sorozattal, hogy ezeket a blokkokat, téves hitrendszereket, negatív érzéseket, bármi, ami blokkol, amitől félsz, ami szorongással tölt el, félsz, hogy nem tudsz teremteni, félsz, hogy nem lesz párkapcsolatod, félsz, hogy nem lesz olyan munkád, amit szeretnél, nem találod meg a hivatásod, és még sorolhatnám, ezek a témák is mind ide tartoznak, hogy ezeket szépen oldjuk. Miért fontos ez? Iszonyatosan sok pozitív visszajelzés van, nagyon sok pozitív tapasztalat és eredmény van. Ezek olyan dolgok, amik működnek. Teremtő lények vagyunk. Nagyon fontos tudnod, hogyha van egy ilyen minta, amivel kezdtem ezt az egész előadást, hogyha van egy ilyen mintád, ami folyton újra és újra ott van az életedben, és ezzel nem foglalkozol, nem irányítod rá a lámpádat, nem vizsgálod meg, és nem írod át ezt a mintát, akkor tényleg valóban újra és újra ugyanazt fogod, azt a lemezt lejátszani. Ezzel a programmal én ebben szeretnék neked segíteni, hogy ezt a folyamatos újrajátszást, ezt állítsuk meg, tegyük egy magasabb szintre a tudatosságot, a rezgésünket, és írjunk egy új mintát, írjunk egy új születésmintát, és írjunk egy új életmintát. Ha úgy érzed, hogy szeretnél ebben részt venni, ha úgy érzed, hogy itt az idő, hogy te is új mintát írj, akár azért, mert már szültél édesanyaként, tudod, hogy nem volt mondjuk olyan a szülésed, amit szerettél volna. Minden ember megszületett, aki itt van. Úgy érzed, hogy van azon is mit egy kicsit dolgozni, vagy úgy érzed, hogy vannak ilyen beakadásos mintáid, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy lehetnének, és nem úgy mennek, ahogy szeretnéd, akkor nagyon-nagyon sok szeretettel várlak ezen a programon. Hogyha van kérdésed, akkor írj bátran, beteszem nektek ide az ide vonatkozó infót, a linket, és azt érdemes tudnod, hogy most indul egy 5 főnek elérhető, ez egy limitált lehetőség, egy 5 főnek elérhető, 5 alkalmas, tehát ugye egy főnek 5 alkalommal történő egyéni születés minta átírás. Ez egyéni konzultáció keretein belül zajlik, az összes tudásomat és tapasztalásomat beleforgatva, csak rád figyelve, egyénileg fogunk végigmenni azon, hogy átírjuk a te születés mintádat. Ha érdekel a lehetőség, akkor nyugodtan írj rám privátban, de kiteszem nektek ide kommentben ennek is a részleteit és információit. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltatok ilyen sokan ebben az élőben. Bízom benne, hogy tudtam hozni nektek értékes és hasznos, elgondolkodtató információkat. Ez egy olyan téma, ami mindenkinek fontos, én azt gondolom. Szerintem mindenki örülne, ha gördülékenyebb, könnyebb és rugalmasabb lenne az életének a vezetése, és hogyha gördülékenyebben mennének a dolgaid, tudsz tenni érte. Tudatossággal és önmunkával abszolút tudsz változtatni az életeden. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várlak, ha úgy érzed, hogy itt az idő, ha pedig úgy érzed, hogy van olyan barátod, barátnőd, akinek hasznos lehet ez az információ, akkor küld el neki bátran a videót. Köszönöm, és legyen nagyon szép napod! Sziasztok!